Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb speed build, és az előző videóimban láthatjátok ahogy átalakítottam a Goth család tagjait a Sims 4-ben, és ebben a videóban felvetettem, hogy lehetséges, hogy a házukat is felújítom, hogyha már új ruhatárat kaptak, illetve a kommentekben is kértétek, hogy legyen ilyen videó, szóval felújítottam a házukat, ez itt a Goth család háza, az alapjátékon belül Willow Creekben, és a felújítás nem úgy kell érteni hogy teljesen modern és új lesz. Csak egy kicsit átalakítottam, de ahogy a Create a videóban is, itt is megtartottam az eredeti karakterét a háznak, és az eredeti karakterét a családnak ez egy nehéz szó volt. De kívülről nagyon keveset alakítottam át rajta, leszettem a tornyot a tetejéről, és egy kicsit átalakítottam emiatt az első emeletnek az alaprajzát, illetve a kertben beraktam egy pár ilyen halottabb gazt, mert valahogy úgy képzelem, hogy a goth család nem annyira aktív odakint, ugye nagyon-nagyon világos a bőrük, kivéve Bellának, Bellának egy kicsit sötétebb a bőre, mint a többi bőre, mint a többi családtagnak, és emiatt úgy gondoltam, hogy ők ilyen bent punyadó család, szóval ők jobban szeretnek bent olvasgatni, zongorázni, meg mit tudom én mit csinálni, de semmiképpen sem szeretnek kint a tűző napon kertészkedni, szóval úgy képzeltem, hogy egy kicsit a kertjük el van hanyagolva ennek köszönhetően, és ez meg is fog látszani rajta, viszont belül a ház nagyon szép, ott töltik a az egész életüket igazából, szóval ott nincs nagyon kifogásuk arra, hogy miért nem mennek az egyes szobákba takarítani. Amire felszeretném hívni a figyelmet, hogy a galéria megjelölte ezt a házamat ö, úgy, hogy ö, custom contentet használok. Ami nem igaz, nem használok benne custom contentet, egyáltalán nincsen custom content a játékomba, viszont olyan képeket használok benne, amiket a galériáról töltöttem le vagyis hát a galériából töltöttem le, amiről már meséltem korábban a legutolsó speed ezek olyan képek, amiket mások csinálnak a játékukban, tehát például beraknak ők egy custom content képet a saját játékukba, és fognak egy szímet, akinek jó a festési és lefestetik paint from reference interakcióval a custom content képet, azzal a színnel, és magát a festett képet töltik fel a galériába, ami egyébként alapjátéknak számít, szóval mindenki letöltheti. Ez így van az én házamnál is, viszont így, hogy meg lett jelölve, hogy custom contentet tartalmaz, ezért van egy olyan kis fő baloldalt, ahol vannak a filterek, Öm, ilyen, hogy milyen pekkek lehetnek benne, meg ilyesmi, ezeket lehet állítgatni a galériába. Ott van egy olyan, hogy a haladó haladó fül alatt, hogy custom contentet tartalmazhat el, és ott be kell pipálnotok ahhoz, hogy megtaláljátok ezt a házat, de igazából, hogyha követtek galérián, ami az elérhetőségeim bent vannak a leírásban, akkor szerintem anélkül is megtaláljátok, hogy ezt kipipálnátok, de nem vagyok benne biztos, hogyha valakinek sikerült megtalálni majd ezt a házamat fent a galériában, mondjuk egy hét múlva, mert nem tudom sose, hogy mikor töltöm fel a videót és mikor tudom feltölteni a házat. Szóval ezért ilyen egy hetet szoktam mondani, hogy ha egy hét múlva nincs fent, akkor szóljatok. Addig uh, még nem feltétlenül található meg a galériában az adott uh, házam. Szóval, hogyha egy hét múlva sem találjátok meg, ezt a házat, hogyha le akarjátok tölteni a galériámban, akkor szóljatok, mert ilyen ugye még nem volt, én sosem használok custom content szóval annyira nem izgatott ez a téma, és ahogy említettem, ebben sincsen. És hogyha letöltitek, de valami, amit megjelölt kezdtem content-el a játék, nektek nincs meg, akkor csak az fog hiányozni. Egyébként a képek, amik benne vannak a házba, azok benne maradnak szóval alapjátéknak számítanak, nekem is benne maradnak, hogyha letöltök egy-egy ilyen szobát a galériából. Úgyhogy elvileg nincsen semmi probléma a házzal, de láttam másoknál is, több helyen volt probléma a galériával, mert mint, hogy itt Twitteren posztolgatták az emberek, meg más youtuberek is meséltek, hogy ők nem használnak egyáltalán custom contentet, nincs is a játékukban custom content, mégis megjelölte a galéria őket úgy, hogy használnak. Szóval ez valószínűleg valami galéria hiba, nem pedig a házzal van probléma, szóval elvileg minden működni fog. <laughs> Aztán ki tudja. És egyébként beszélek egy kicsit a házról, hogy már itt tartunk, és már be is fejeztem a konyhát ennyi idő alatt. Úgy döntöttem, hogy egy kicsit modernebbre veszem a figurát, ugyanis a uh, Create a módban is Bellának adtam uh, ilyen skinny jeans, szóval ilyen tapadós farmert, meg uh, modernebb ruhákat, annak ellenére, hogy ők ilyen nagyon régiesen öltöztek, ezért úgy gondoltam, hogy a házukat is egy kicsit modernizálom, például a fürdőket nem annyira, szóval ott régiesek a, a kádak, a WC, meg a csap, meg ilyesmi, mert úgy gondoltam illik a stílusukhoz, viszont például látjátok itt az étkezőt, ez is, en Na, ez is egészen modern lett, illetve a konyha is nagyon modern lett, úgy gondoltam, hogy felújítottak egy kicsit belülről a házat. Általában először az emberek, hogyha házfelújításba kezdenek, akkor a beltérrel kezdik, mert ott töltik a mindennapjaikat kívülről. Kit érdekel, hogy néz ki a ház, csak bent legyen kényelmes, legyen tiszta. Szóval úgy gondoltam, hogy ők is ezzel kezdték a házfelújítást, nem mintha nem lenne pénzük, fogalmam sincs, hogy mennyi pénzük van egyébként, a játékban, de elvileg ők nagyon befolyásosak és nagyon jó módú, nagyon jó módúak, szóval úgy képzelem, hogy van egy csomó, csomó pénzük. Azt, hogy a ház mennyibe kerül, azt nem tudom, ugye látjátok, hogy csak úgy beléptem építésmódba a Manage worlds ba és ezért nem látom, hogy mennyi pénzük van, úgy építek, ahogy akarok. Szóval fogalmam sincs, hogy maga a ház mennyibe kerül, és megengedhetnék -e maguknak, valószínűleg nem egyébként, az alapszíncsaládoknak nem szokott olyan sok pénzük lenni, meg az alapszínházak nem szoktak ennyire túl dekorálva lenni. Egyébként láthattátok a képernyőn közben, ahogy válogattam a festmények között, egy kicsit függő lettem, szóval túl sok festményem van, és nagyon nehéz volt visszakeresni, hogy melyiket Kitöltöttem le, és közben a malackáim épp gyilkolják egymást a háttérben, meg dörög kint az ég, Úgyhogy remélem nem lesz túl sok háttérzaj azért ebben a videóban, mert mint hogy remélem, hogy annyira nem hallatszanak be. De... Malackák, css. Ah, nem hallgatnak rám. Na mindegy, szóval... Szóval láttátok, ahogy ott keresgéltem a képek között, és ugye amikor befejezem a házat, mindig visszamegyek, és utólag megkeresem, hogy melyik képet töltöttem le ami tök nagy meló, meló, volt most, mert egyet nem találtam sehol sem. Aztán meg lett, és egyébként a készítők nevei fel lesznek sorolva a videó leírásában, szóval, hogyha ti is szeretnétek ilyen festményeket letölteni, akkor nézzetek rá az ő galériájukra, illetve, hogyha a házat nem szeretnétek letölteni, mert mint az én házamat, de szeretnétek valamelyik festé festéket? <laughs> valamelyik festményt a játékotokba, akkor itt találjátok meg az ő fiókjaik alatt, nem mintha nem lenne 52 ezer festményük feltöltve, de azért lehet szemezgetni, szóval biztosan találtak olyasmit, amit tetszik, hogyha véletlen nem találjátok meg azt, amit én használtam. De tényleg komolyan függő lettem, szóval óvatosan vele. <laughs> Néha azon kapom magam, hogy csak belépek a játékba, hogy megnézem, hogy töltöttek-e fel új festményeket, úgyhogy én már komolyan betegségnek tartom azt az intet, ahol én tartok, de de azért igyekszem, majd talán egy idő után elmúlik a varázsa ennek a csoda dolognak, és akkor nem lesznek ilyen problémáim. Ja. Egyébként a galériában is uh, hashtageltem eltem a készítőket, szóval, hogyha nem itt nézitek meg a leírásba, akkor a galériában a házam adatlapján is meg tudjátok nézni a készítőket, szóval igyekeztem elismerni az ő munkájukat azzal, hogy megemlítem, hogy kitől vannak ezek a dolgok. És még valamit szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy a házban, az emeletem van ugye a három szoba, a három karakternek, illetve négy karakternek, csak a szülők egy szobába alszanak. És változtattam a szülői hálószobán kamerán kívül utólag, mielőtt csináltam a screenshotokat, és ezt nem fogjátok látni a videóban. És ez azért történt, mert eredetileg piros Feketére szerettem volna csinálni ezt a szobát, de végül csak az ágyat és az éjjeli szekrényt csináltam piros-feketére, de azok nagyon nem illettek a stílushoz, és a, a szoba többi része meg csak fekete lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszamegyek, és az ágyat is csak feketére, és az éjjeli szekrényt is csak feketére cserélem, és így sokkal jobban néz ki. Szóval örülök, hogy megváltoztattam, annak ellenére, hogy már rég befejeztem a videózást és a, az egész ház építését, Remélem ez nem probléma, természetesen látni fogjátok a screenshotokon, és ebben a házban is kivágtam a fürdőszobák elkészítését, mert én azt retentően unalmasnak tartom, nem szeretem őket nézni, szóval ezért nem is szoktam benne hagyni a sajátomban sem, mert a sajátomban sem szeretem végignézni, ahogy a fürdőszobákat csinálom. Viszont van róluk screenshot a videó végén, illetve most sem felejtettem el nektek alaprajzi, képeket csinálni, build and módban, szóval látszik a rácsáró is, meg minden, nem mint hogyha uh, nem tudnátok ugyanígy felújítani a házat a játékotokban, mint én, mert ugye ezeket az alaprajzi képeket azért szoktam csinálni, hogyha valakinek nincsen meg a galériája, mert mint hogy nincsen galériája, mert uh, nem voltál el 16 vagy 14 éves, már tényleg nem tudom, hogy hogy van Hivatalos adatok szerint 16, de mindig írja valaki, hogy ő fiatalabb, és mégis van galériája. Nem értek hozzá igazából, mert, mint említettem az előző videómban, én már elmúltam annyi idős, mikor megszereztem a Sims 4-et, hogy használhassam a galériát, ezért nem tudom, tehát én nem tudom magamnak leellenőrizgetni ezeket a dolgokat. Na, mindegy. Szóval, a, akinek nincsen galériája, vagy pedig konzoló játszik, és ezért nem ugyanaz a galériája, mint a PC-seknek, azok általában újra szokták építeni a házaimat, és nekik segítség az, hogyha csinálunk alaprajzi képet. Viszont ez a mindenkinek a játékában benne van, úgy, ahogy van. Az alaprajzot egyedül az emeleten változtattam meg, úgyhogy annyira nem, nem segít sokat ez az alaprajzi kép, így főleg a fe, legfelső emeleten, ahol az is kupola van, meg az alsó szinten, mert ott tényleg csak felújítottam az egészet, és nem módosítottam semmit. Egyedül itt a második emeleten lehet hasznos ez a funkció, viszont mindegyiket ettől függetlenül beszúrtam a videó végére, úgyhogy az összes alaprajzot látni fogjátok. Azt, hogy milyen pekkeket használtam ebben a házban, azt nem tudom megmondani, igazából mindent használtam, amin van, de de nem, nem nagyon néztem. Szóval nem igazán limitáltam magam egy-egy pekre. Ezt főként azért, mert hamarosan érkezik a City Living kiegészítő, és akkor úgy is lesz uh, limitált pekkes házépítés, ahogy mindig. Szóval addig használom az összes pekkemet, amit csak lehet, <gül> <gül> hogy kielvezem. Itt látjátok a szülői hálószobát egyébként, és látjátok, hogy nagyon szerettem volna piros házat, piros házat, piros ágyat, rakni, de nem igazán jött össze, és mint látjátok, ez az ágy, ezzel az éjjeli szekrényen nagyon-nagyon kilóg a stílusból, amit én választottam ennek a háznak. Szóval nagyon-nagyon hülyén nézett ki, ezt elismerem, és ne aggódjatok ki lesz cserélve, ahogy már korábban említettem. És igazából nem jut eszembe más dolog erről a házról. Tényleg nem sok mindent változtattam rajta, úgyhogy ennyi volt a nagyon izgi dolog, amit el kellett mesélnem, kívül... Jézusom, malackák, mit csináltok? Úristen. Ezek itt tényleg kinyírják egymást. <laughs> Sorry. Az egyik leesett a kis háztetőről. És ez volt az a nagy hangzavar, szerintem ez már a videóba is behallatszott. Nem bírnak viselkedni, amikor videózok. Bezzeg egyébként egész nap fekszenek, meg alszanak, de amikor videózok, akkor huncutkodnak. Végig. Na mindegy. <laughs> Elnézést. Egyébként nem tudom, azt mondtam el a malackákhoz, hogy tengeri malackák. Tehát nem, nem igazi malacok. Volt, aki egyszer rákérdezett, mert akik újak, azok biztosan nem tudják, hogy vannak tengeri malacaim. De igen, van két kisfiú tengeri malacok, akik most itt nagyon bevadultak. Hé! Ah, bakker. <laughs> Ez lett eddig a legjobb voiceoverem. Ja, nem. <laughs> Szabotálják a felvételt a bemaszkáim, de nem akarom újra venni, mert nincsen túl sok időm befejezni ezt az egészet, és hogyha már végig beszéltem 15 percet, akkor most már végig szenvedjük. Igaz, fiúk? Most már jól viselkedtek? Há, ah, kiszárt, hogy jól viselkednek. Ez lesz itt Alexander szabálya, ő egy gyerek egyébként, hogyha nem ismernétek a családot, tehát hogy van egy gyerek, egy tini és két felnőtt, ez pedig a gyerek szoba, egy fiú Alexander, és úgy gondoltam, hogy ő nagyon szereti a Void critter -öket. az, ami a Kids Room Staff pack érkezett, azok a kis pokémon -szerű karakterek, illetve a kis szellemeket, pókokat, meg ilyen Halloweenes dolgokat, és az ő szobája is nagyon-nagyon fekete lett, nincsen benne semmi szín, se piros, semmi. De nekem nagyon tetszik, és kapott egy babaházat is, mert miért ne? Imádom azokat a kis szellemlámpákat ebben a szobában, igazából azokat sosem volt alkalmam használni, talán gondolkozok, hogy mikor, de nem, szerintem még nem, nem használtam őket a kritikán kívül, úgyhogy örültem, hogy felhasználhattam őket. Az, amit ott láttatok, az pedig nem egy ilyen nem játékban levő festmény, pedig olyan jól néz ki, hogy simán lehetne, hanem azt a gyerekek tudják csinálni egyébként az ilyen kis rajzasztalokkal. Azt hiszem azzal, ami a season eljött, szóval nem a sima rajzasztalokkal, hanem azzal, és akkor ilyen kis technika, óra jellegű um, hát kis hogy mondják ezeket? Nem nem origami, Hát csak ilyen papírból kivágják a cuccokat és összeragasztják. Na mindegy, szóval <laughs> olyat tudnánk csinálni ezzel az asztallal, mint a többi rajzolnak. És nekem nagyon tetszett ez a kis um, fémes fény verzió, ilyen fehér és szürke. Úgyhogy ezt használtam itt ebben a szobában, és annyira úgy néz ki, mintha nem kontent lenne, és nem is közben meg csináltak, szóval szerintem tök menő. Na mindegy, ez nem tudom miért volt fontos. Ez pedig itt egyébként a Tini szoba, a Cassandra szobája, ő is kapott egy ilyen kis minkasztalt, mert ugye ő egy gót lány, hogyha láttátok a Create a videómat, akkor tudjátok, hogy elég erősen sminkel. Úgyhogy neki szüksége van ennyire. mindenképp, és látszik a szobáján azért, hogy Tini szoba, annak ellenére, hogy egy előre úgy néz ki, mint hogyha egy felnőtt párnak a szobája lenne, vagy ez lenne a fő hálószoba. Majd a végé lesz benne egy csomó olyan dekoráció, ami majd arra renget következtetni, hogy ő egy tinécser, tehát egy-két elszort ruhadarab, meg egy-két összegyűjtött szemét, már minthogy nem szemét, de ilyen, ilyen kis táblák, tudjátok. A tininknek gyakran vannak ilyen dolgai, hogy random cuccakat behoznak az utcáról, mert az éppen menő, és ezzel teszik egyedivé a szobájukat. Nem tudom, hogy én csináltam-e de hogyha néztek, ilyen családi filmeket vagy vígjátékokat. Ez egy elég nagy sztereotípia, és úgy gondoltam, hogy élek ezzel a sztereotípiával. itt látjátok ezeket a kis festményeket, táblákat, nem tudom én, micsodákat, amiket mondjuk egy forgatásról szerzett Cassandra és egy régi fényképezőgépet. Ú, uh, és van egy a szobájában. Az mennyire menő már. Ő egyébként egy elég sötét Lány, mert mint nem a szellemi képességeit tekintve, sötét, hanem úgy a lelki világet tekintve, tehát hogy imádja a sötét dolgokat, a vöröset, a feketét, meg, meg az ilyen kicsit elvontabb dolgokat, mint az ufók, a csontvázak. Legalábbis én így képzeltem ezt a karaktert. Természetesen mindenki úgy képzeli el, és úgy játszik velük a saját értékében, ahogy szeretné, csak az én véleményem, úgyhogy nem, nem akarom ráerőltetni senkire. Azért az udvarra annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy nem sokat vannak kint, elhelyeztem egy hintát és egy grillsütőt asztallal, csak hogy legyen ott valami. Nem feltételezem, hogy túl sokat hintáztak egyébként a gyerekek rajta, csak gondolom a szüleik úgy gondolták, hogy hát valami csak kell a gyereknek valami játék odakint rá, legyen ott egy hinta. Szóval úgy került az oda, és ahogy látjátok, ezen a telken alapvetően nem sok fű van. Nem nagyon fűves a, a telek, tehát a, be van festve ilyen barnára, úgyhogy én itt, ahol kiszedtem a padlót, is barnává tettem. Ettől tényleg nagyon elhanyagoltnak, meg egy kicsit sivárnak, néz ki ez a ház, de meghagytam egy pár virágos növényt, hogy azért még nem azon a szinten van, hogy teljesen kihalt minden, ez nem egy ilyen vámpírlak vagy ilyesmi, hanem csak a pár érzékenyem növény már elhalálozott, illetve vannak ezek az indák a földön, amiket én gaznak képzeltem el, szóval már egy kicsit elgazosodott a virágágyás. Lehet, hogy ha ilyen gazdagok, akkor megengedhetik maguknak, hogy felfogadjanak egy kertészt, de egyelre, egyelőre ez nem történt meg, viszont a saját játékotokban természetesen visszaalakíthatjátok a kártet, hogyha szeretnétek, és úgy gondoljátok, hogy túlzás ez a lepukkantság kívülre, tekintve, hogy belül egészen szép lett ez a ház. Én rátok bízom, nekem bejött így is. Szóval, én elköszönök tőletek, mert itt látjátok a screenshotokat, és a screenshotokon majd látni fogjátok, hogy hogy is néz ki a hálószoba, hogyha kíváncsiak vagytok rá, illetve hogy hogyan néznek ki a fürdőszobák de én el is köszöntem akkor tényleg tőletek, köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!